Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Karcagváros önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, Fazekas Mihály, karcagi kunkötések és Varga Mihály, parlamenti levelek Humániába című kötetének könyvbemutatóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Varga Mihály pénzügyminiszter urat. Köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat. Köszöntöm Kubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Köszöntöm Horváth László, tiszteletbeli kazak konzul urat. Köszöntöm Balláné Fazekas Ilona Tünde, szerkesztőasszony. Köszöntöm dr. Nagy Molnár Miklós urat, a karcagi Györfi István Nagykun Múzeum igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm a helyi média képviselőit és a kedves tévénézőket, akik a televízió képernyőjén keresztül követik a könyvbemutatót. Tisztelettel felkérem Szepesi Tibor urat, városunk polgármesterét a vendégek köszöntésére. Tisztelt miniszter úr, képviselő úr, elnök úr, konzul úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a házigazda, Karcagváros önkormányzata nevében is a mai könyvbemutatón. Nagyon nagy öröm számomra, hogy házigazdaként itt köszönthetem Önöket, hiszen bár szerencsére minden évben van, néha akár több alkalommal is karcagi szerző tollából kiadott és bemutatott kiadványkönyv, ma mégis két nagyszerű kötetet tarthatunk a kezünkben, és ajánlhatunk az Önök figyelmébe két kiemelkedő kötetet. Bár látszólag és tartalmában is két eltérő kötet kerül ma bemutatásra, azonban mégis sok-sok közös vonása van, mely összeköti őket számomra, és gondolom, hogy majd az Önök számára is. Mire is gondolok? Nem elsősorban a keresztnevek azonosságára, hanem arra, hogy egy könyv legfontosabb ismérve, hogy megfogja, megragadja-e a kézbevétel, az első lapok olvasása közben az olvasót. Amikor kezembe kaptam a könyveket, amiért köszönet a szerzőknek, elkezdtem belelapozni, és azon kaptam magam, hogy egyre több fejezetét lapozom, olvasom, és a sorok között valahol az olvasás hátterében megjelent maga a szerző arca. Nem csak olvastam, lapoztam, hanem magam előtt láttam, látom, ahogy az írott szöveget szinte személyesen adja elő számomra. Előjönnek képek, történetek, elfeledetnek hit emlékek, melyekre emlékezni szükséges, hiszen mindkét kötet egy hiteles kortörténet. A tények közlésén túl hitelesen és felelősségteljesen mutatja be az átélt, megélt időszakot. Emlékezni szükséges a dr. Fazekas Mihály által megért karcagi
kunsági évtizedekre. Azok, akik ismerték, ismerhették, s hallhatták Misi bácsit előadni, mesélni, e kötetből újra az írásain keresztül átélhetik azt a közvetlenséget, amely őrá oly jellemző volt. De ugyanígy emlékezni szükséges és érdemes Varga Mihály megjelent cikkein keresztül a választókerület közel két évtizedes mindennapjaira. Sokan vagyunk e teremben is, akik figyelemmel kísérték, kísértük, és remélem segíteni is tudtuk az ő felelősségteljes, értünk végzett munkáját. E kötetből számomra olvasó számára, még akkor is, ha nem ismerném személyesen miniszter urat, akkor is érződne az a nagyfokú elhivatottság, az itt élőkért, kunságiakért, karcagiakért való odafigyelés, elhivatottság. Tisztelt érdeklődők, forgassuk, olvassuk, emlékezzünk, és emlékeztessünk, hiszen ezek a megjelent írások, ezek az összegyűjtött publikációk a jövő generációja számára csak itt olvashatóak, mert ezek nem internetes bejegyzések, nem Facebook posztok, nem influencer bejegyzések, hanem átgondolt, kézzel megírt és nyomtatásban megjelent cikkek gyűjteményei, ahogyan mondtam, egy kortörténet. Kérem, fogadják olyan szeretettel a két kötetet, ahogy azt íróik, szerkesztőik készítették el számunkra. Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Megköszönöm Szepesi Tibor polgármester úr köszöntő gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Kérem, fogadják sok szeretettel Plósz Csilla Margit altfurulya játékát, zongorán kísér Rabzita Mónika. Előadásukban hallhatjuk a zöld erdőben, síkmezőben sétál egy madár kezdetű népdalt. Thank you.
Kedves vendégeink! A gondolatkiadó kör által megjelentetett Fazekas Mihály Karcagi Kunkötések című könyv bemutatására kerül sor. A könyvről a következőket lehet olvasni. A tudós, néprajzos szerző, dr. Fazekas Mihály mindegyik írásán tetten érhető az élő beszéd közvetlensége, a kikutatott érdekességek, tények közlésének öröme, a hitelesség felelőssége, az örökölt, választott értékeink megélése. A kötet nem hagyja, hogy Karcag és a nagykunság dicsőségtáblája olvashatatlanná fakuljon, a közösségi tudatból kikopjon történelme. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A könyv ajánlására felkérem Varga Mihály pénzügyminiszter urat. Tisztelt polgármester úr, szerkesztő asszony, képviselő úr, igazgató úr, kedves családtagok, kedves vendégek! A Bostoni Szépművészeti Múzeumban van egy kép, amelynek címe Honnan jövünk, kik vagyunk, hová megyünk. Festője Gauguin, aki korábbi képeinek üzenetét, szimbólumait foglalta össze művészi és szellemi testamentumként, kifejezve az élet eredetének, a szerelem és a halál jelentőségének szorongató kérdését, ezeket felvető és nem megoldani próbáló művész misztikus üzeneteként. Minden gondolkodó embert megérint az élet értelmének vizsgálata. De legtöbbször arra jövünk rá, hogy a választ leginkább saját életünk adja. Az egymáshoz, a közösségünkhöz, a múltunkhoz, vagy a munkánkhoz való hozzáállás ad választ és mutat példát a jelen és a jövő generációinak. Ezért is jöttünk ma össze. Azért jöttem, hogy egy olyan kötetet mutassak be, amelynek legfőbb célja a személyes példamutatás számbavétele és összegzése. Azt hiszem, az emberi kultúra talán legfontosabb ismérve, hogy mindig helyben születik. Tanulhatunk, átvehetünk másoktól kulturális szokásokat, tapasztalatokat, de a saját identitásunk legjavát nem lehet importálni, azt magunknak kell a saját környezetünkből és eredetünkből összerakni. A legenda szerint, amikor 1805-ben Napóleon Bécshez érkezett, megkérdezte a tanácsadóját, Talleyrand, jeles külügyminiszter is volt egy időben, hogy mit tegyen a magyarokkal, aki azt válaszolta neki. A magyarok felnéznek nagyjaikra és büszkék a múltjukra. Vedd el a nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz. Ez a kötet gyógyír az ilyen fajta ma is létező veszélyekre, és nagy öröm számomra, hogy ma éppen szülőföldem lakói, a kunok gazdagodhatnak ezzel a gyógyírral. A szerző néhai Fazekas Mihály, ahogy mindenki ismerte, Misi bácsi vagy Miska bácsi, olyan lokálpatrióta volt, aki a múlttal talán éppen azért foglalkozott, hogy még jobban szolgálhassa a jelent. Ahogy a kötetből is megtudhatjuk, városunk egykori néprajzkutatóját, tanítóját, citere tanárát nevezték aranyembernek, legjobb osztályfőnöknek is, de amire mindenki emlékszik, az a segítőkészsége, özzetlensége, szerteágazó felkészültsége és optimizmusa derülje. Élete során óriási anyagot gyűjtött össze a vidék múltjáról, szokásairól, emlékeiről. Olvashatunk a helyi ételekről, a juhászatról és a terelőkutyákról, a tanyasi gazdálkodásról, a kun ember önállóságáról. Találkozhatunk katonaversekkel, gyermekjátékokkal, és megtudhatjuk, hogy mi az a kunkötés. Mint tudjuk, Misi bácsi számára Karcag volt a világ közepe, és ez egyfajta minőségi garancia. Meggyőződésem, hogy a hitelesség egyfajta bizonyítéka, ha az ember számára a világ közepe ott van, ahol él. Ez pedig bizonyítja Misi bácsi egyik nyilatkozata. Karcagról nem megyek el soha, mondta. Inkább haza, ide,
A nagyhunság hajdani fővárosába szeretnék hozni mindent, ami szép, nemes, értékes. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Olykor tapasztaljuk, hogy amikor a nagyvárosi ember meghallja a néprajz kifejezést, akkor valamilyen számára érdektelen a múlt homályába vesző tárgykörre gondol. Bár a tárgykör valóban a múltba vezet, a néprajzost szemlélete nagyon is gyakorlatias. Nekünk szerencsénk van, mert volt, illetve most már örökre van egy Misi bácsink, akitől megtanulhattuk, hogy a jól értelmezett néprajz igazi célja a hagyományban megtalálni, tetten érni a mindennapi életet, az emberi sorsot és a boldogulást. Misi bácsi fáradhatatlanul egy életen át gyűjtötte a karcagi, illetve kun identitás elemeit. Nagyon is gyakorlatilag járt el, amikor óriási türelemmel, derűvel és kitartással átválogatta azokat a régi alapanyagokat, amelyek feldolgozásához, lássuk be, nem sokan látnak hozzá. Ő megtette, és a családtagoknak is köszönhetően most van egy gyűjteményünk, amely a karcagi nagykunok világának legkülönbözőbb keresztmetszeteit mutatja be, összekötve a régmúltat, a közelmúltat és a jelent. Aki fellapozza majd, megtapasztalhatja, hogy történészi, néprajzos alapossággal szó esik benne a gyökereinkről, a kunok történetéről, a betelepedéstől kezdődően egészen a későbbi tanyavilág kialakulásáig és belső életéig. Leginkább ez utóbbin keresztül ismerhetjük fel azt a fontos jellemzőt, hogy a kunok földje nemesi jogállású, földesúr nélküli terület lévén a kezdetektől a szabadság, az önállóság birodalma volt. A tanyán úgy élt az ember, mint egy várúr a várában. És úgy tartották, hogy a tanyasi ember annak emelt kalapot, akinek akart. Vagyis lehet, hogy átmeneti rendszerek korlátozzák bizonyos szabadságjogainkat, kevesebbet utazhatunk, nem írhatunk le bizonyos dolgokat, nem lehet például vagyon gyarapítani, mint ahogy ez a kommunizmusban történt, de szerencsére sohasem tudják korlátozni a gondolkodásunk szabadságát, melynek évszázadokon át letéteményesei voltak a szabad jászok és kunok, a paraszti életforma művelői. Nem véletlen, hogy a kommunista rendszer első dolga közé tartozott ezt az életformát megtörni és elpusztítani, elvenni a földeket, a jószálokat, a gépeket és a városba kényszeríteni a tanyavilág független, szabad gondolkodóit és gazdálkodóit. Miska bácsi könyve erről is szól, a tanyázásokról, vagyis azokról a téli munkával kevésbé terhelt időszakban szokásos szomszédolásokról, amikor egész családok mentek át látogatóba a másik családhoz. Ez a szokás biztosította az egymástól nagyobb távolságra lévő családok közötti összetartozást, és itt került sor a beszélgetéseken, a tapasztalatcserén túl, a közös éneklésre, zenélésre, táncra is, így teljesedett ki és öröklődött át a kultúra. Olvasva a könyvet, megérint bennünket a harmónia, az összerendezettség. Misi bácsi a régi forrásokból a bűnök korabeli csoportosítását és a büntetési tételeket is kikutatta. Megtudhatjuk többek között, hogy ebben a korban a közösség még elítélte a vasárnapi munkát. Gondoljunk csak a mostani társadalmi vitákra a vasárnapi boltzárom, vagy éppen a munkaadó küldhet-e a hétvégén e-mailt a munkavállaló számára, és így tovább, és így tovább. Munkaköri kötelességem megnyitni ezeket az e-maileket. Olyan korba kalauzol el bennünket, amikor az életnek, a természethez, az időjáráshoz és a hozzá kapcsolódó emberi sorshoz, a teendőkhöz igazodó rendje volt. Ebből a könyvből a valóság, úgy is fogalmazhatnék, a rögvalóság, a napról napra megélt sors elemei köszönnek vissza. Olyannyira, hogy még a korabeli káromkodásokról is olvashatunk benne. Igaz, akkoriban ezeket a közjogi méltóságok nem terjesztették, hanem ma már felfoghatatlan szigorral büntették. Olyan kifejezésekért is nyilvános büntetés járt, amelyeket ma szinte észre sem vennénk, így például egy ördögkutya teremtette tarifája 30 botütés lehetett, tudjuk meg a könyvből, és nem árt, ha észben tartjuk.
Napjaink háborús helyzete miatt is érdeklődésvel kell, olvashatjuk a katonavilág eseményeit, katonaverseket is szép számban, amelyeket a frontról küldtek haza szeretteiknek, magukról vagy egy elveszett bajtásról. Azt is megtudhatjuk továbbá, hogy milyen leleményes játékokkal játszottak annak idején dédszüleink. Megtudjuk, hogyan nőttek bele a gyermekek a felnőtt világba. Fokozatosan, valójában sokkal védettebb módon, mint ahogy ez manapság történik. Pisi bácsi magyar tanár is volt, nem véletlenül emlékszünk ízes karcagi beszédmondjára. A Kun nyelvemlékek rövidebb gyűjteménye szintén része a kötetnek, több tucat olyan Kun kifejezés van, amit ajánlok minden olvasó figyelmébe, amelyeknek egy része egyébként átment a mindennapi köznyelvbe, egyik legismertebb ilyen szavunk például a kuvasz, a komondor kutyafajták elnevezése. És ha már a kutyáknál tartunk, akkor azt se hagyjuk ki a felsorolásból, hogy ez a könyv részletesen ír a juhászok életéről. A Misi bácsi által velük készített magnófelvételek leirataiból megtudhatjuk, hogy a juhászok számára milyen fontos társ, munkatárs volt a puli, vagy nagyobb állatok mellé a már említett kuvasz, vagy éppen komondor. Ha egyetlen mondatba kell sűrítenem a könyv lényegét, akkor talán úgy fogalmaznék, megtudhatjuk belőle, hogy elődeink hogyan szőtték a saját múltjukból, a tapasztalataikból, a régi történetekből egészé az akkori jelenben megélt sorsukat. Ez pedig olyan képesség, ami ma is mindenkinek hasznára válik. Az önállóság és az összefogás ötvözete hozza itt létre azt a kohéziós erőt, amely az erős nemzet nélkülözhetetlen alapja. Misi bácsi az összegyűjtött anyagokat olyan derűvel és örömmel adja közre, amilyet az általa kérdezett juhászok leltek a kutyájukban, vagy az együtt tanyázók a közös éneklésben és zenélésben. Őszintén remélem, hogy ez a kötet tovább erősíti szülőföldünk, városunk identitását, és hiszem azt is, hogy a könyv megjelenésével az egész magyarság gazdagodik. Mindannyiuknak jó olvasást, kellemes időtöltést és lelki gazdagodást kívánok a kötethez. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megköszönöm Varga Mihály pénzügyminiszter úr gondolatait, ajánlását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A könyv bemutatására felkérem a könyv szerkesztőjét, Balláné Fazekas Ilonát, Fazekas Misi bácsi lányát. Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennyi ember előtt szólhatok. Az, hogy én itt lehetek, azt elsősorban édesapámnak, dr. Fazekas Mihálynak köszönhetem, aki élete során annyi ismeretet szerzett, és ezeket az ismereteket kisebb-nagyobb cikkekbe, tanulmányokba le is írta. Ezeket a cikkeket gyűjtöttem össze ebbe a kötetbe, a Karcagi Kunkötések című könyvben. Hogy nekem, engem mi hajtott ebbe? Nagyon érdekesnek találtam szinte az összes cikket, magával ragadott, és olvastam, néztem, kerestem, kutattam. Az, hogy összegyűjtsem ezt az unokatestvérem, dr. Fazekas Sándor biztatott erre a lépésre. A gyűjtésben néhány cikket úgy sikerült megkapnom, hogy egyrészt a Karcagi Könyvtár dolgozói segítettek, másrészt a Karcagi Múzeumból is, aztán a Szolnoki Múzeumban is
találtam egy olyan cikket, amihez máshol nem jutottam hozzá. A Jász Múzeumból is kaptam, tehát mindenkit megmozgattam, akit csak tudtam ezzel kapcsolatban. Köszönet illeti Szarvas Natália kedves ismerősömet, aki az orosz szöveg átnézésében segített. Apukám, amikor írta az Életpálya című cikkként jelent meg, azt akkor emlékszem, hogy mondta, hogy amikor fiatalok az emberek, akkor mindig íratnak velük önéletrajzot. És amikor meg történik is már velük valami, akkor nem. Arra biztatok tehát minden idősebb embert, hogy írja meg az életpályáját. 40 évesen, 50 évesen, 70 évesen, ki mikor? Írjon egy életpályát. Sose lehet tudni, hogy ki mit talál majd benne. A másik dolog meg a fiatalokat. Hallgassák meg az időseket, és vegyék az okostelefonnal már pillanatok alatt meg lehet hallani, fölvenni, hogy mit mesélnek az öregek. Lehet, hogy már 10-szer elmondta, de hogyha eltelik 30 év, már nem emlékszünk rá. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. Egyébként 6 év, vagy legalább 6 év betelt, míg ez a könyv összeállt. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, ossza meg velünk gondolatait a könyvvel kapcsolatban. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt miniszter úr, polgármester úr, elnök úr, tisztelt egyházi vezetők, esperes urak, szeretettel köszöntök mindenkit a mostani alkalmon. Nagy megtiszteltetés számomra is, hogy szólhatok, hiszen két olyan kiváló könyvet ajánlunk az önök figyelmébe, amit szerintem mindenképpen érdemes felolvasni. Gratulálok miniszter úrnak a igazi core dokumentumokat felvonultató kötethez, hiszen az országos és vidéki politika összekapcsolódását egy hosszú sorozaton keresztül mutatta be itt számunkra a megyebeliek, városiak, karcagiak és a karcagi újság a Hírmondó olvasói számára. Azt hiszem, hogy egy nagyon kiterjedt életrajzot tudna írni miniszter úr azokról a dolgokról, amik nincsenek is benne ebben a sorozatban, mint ahogy az előbb erre vonatkozóan egy kezdeményezést hallhattunk, amivel egyébként egyetértek. Tisztelt hölgyeim és uraim, honnan is jött az ötlet? Hiszen nagybátyámat, dr. Fazekas Mihályt itt nagyon sokan ismerik a teremben, ő tényleg rengeteget írt, felkérések voltak helyi, megyei és országos kiadványok részéről, hogy írjon a néprajzi témákban, egyházi témákban, vallásról, irodalomról, oktatásról, híres emberekről, és akkor ezeket szépen elkészítette. Tehát, hogyha volt egy technikumi vagy gimnáziumi évforduló, akkor abból az alkalomból is megérte a kis, de rendkívül precizitással, műgonddal alaposan megszerkesztett cikket, de ez érvényes volt mondjuk az állattartásra nagykunságban, a régi gazdálkodási formákra, épp úgy vagy a határon túli magyaroknak a sorsára, itt a tabáccalók népi táplálkozásától a Kárpát-medencei magyarság állapotáig a legkülönbözőbb területekkel foglalkozott, nagyon magas szinten, nagyon ő általa kidolgozott és valamennyiünk általa, akik ismertük, látott alapossággal. És egyszer a kezembe került itt jó pár évvel ezelőtt, hát ilyen 6-7 éve van tényleg, egy külön lenyomat a Jászló-Kun-Szolnok megyei múzeumi évkönyvből, egy nagyon jó kis kiadvány, és akkor gondolkoztam azon, hogy milyen jó ez a munka, és hogy nem csak az elfogultság miatt, de tényleg egy jó írás, és milyen jó lenne összegyűjteni azt a sok
írást, amit nagybátyám évtizedek alatt a legkülönbözőbb folyóiratokba, a helyi kiadványokba, évkönyvekbe publikált. Nyilván ezeknek az ember nekifoghat úgy, hogy akkor elkezdi végignézni, hogy na akkor volt a Tolna megyei ismert könyvben is egy cikke, vagy volt a Kunhalomban, vagy ki tudja hol, hát ez teljesen reménytelen dolog lenne. Mégis érdemes lenne együtt látni ezt a munkásságot, és innen jött aztán az ötlet, és Pazekas Ilona unokatestvéremet Icut megkerestem, aki örökölt azt a szorgalmat és precizitást, meg sok más tulajdonságot is nagybátyámtól, mint hogy mind a három lány örökölt a erényeiből nagybátyámnak, és Icu egyébként, én így szólítom, hogy családfa kutatással foglalkozik, azt hiszem nem árulok el ezzel valami hétpecsétes titkot, ugyanazzal az alapossággal elkezdte összegyűjteni a cikkeket, amik hát volt, ami könnyebben hozzáférhető, volt, ami kevésbé. Még a könyvnek a szerkesztési időszakában is kerültek elő írások, és hát aztán még lehet, hogy rejtőzködik néhány irat valahol. Azt én sem gondoltam, hogy a végén egy ekkora könyv lesz belőle közel 600 oldalas, ami akkor, hogy van, aki egész életében ennél nem írt többet, de nagybátyámnak ezen kívül 4 könyve, meg hát vannak más írásai is, amik megjelentek. Tehát innen jött az ötlet, amikor megvolt ez az anyag, akkor megkerestem a Gondolat kiadónak a vezetőit, Bácska Istvánt, aki üdvözöl mindenkit, de sajnos nem lehet most itt velünk elfoglaltsága miatt. És ő megnézte, megkérdeztem, hogy érdemes-e vele foglalkozni akkor egy olyan rangos kiadó szintjén, mint amilyen a Gondolat, mert hát vannak más megoldások is, mondjuk magánkiadás formájában, a család részére, hogyha inkább ilyen emlékezett kategóriának tekintjük, de ő nagyon lelkes volt. Sőt, ő volt, aki átültette a mostani szövegszerkesztési programba is lektorát, és egyre lelkesebb lett. Tehát ez nekem is jól esett, azt mondja, hogy ezt a könyvet ki kell adni. És mindenképpen köszönet illeti az ő munkásságát ebben a témában. Bácska István volt az első nagyon lelkes olvasó a Gondolatkiadó részéről. Szeretném megköszönni valamennyiünk nevében, a család és a érdeklődő barátok, tisztelők nevében azt, hogy a kötet tervezője, Lipót Éva egy igazán értékes munkát végzett, azt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatta a kiadást, a borítót pedig külön Györfi Sándornak, aki ezt a kunkötést lerajzolta, sőt, ő tudja is, hogy hogy kell megkötni, tehát látszik a rajzon, nem úgy, mint némelyik kiadványban. Tehát szemléletes, művészi és mégis magával ragadó, és olvasásra is inspiráló, azt hiszem, a kötet. Én gratulálok mindenkinek, legfőképp unokatestvéremnek, aki, hogy említettem, hát 6 éven át hihetetlen szorgalommal gyűjtötte össze. Én szeretnék inspirálni bárkit a tisztelt jelenlévők közül arra, hogy fogjon neki mondjuk Györfi István, Németh Gyula, Kátai Gábor munkásságának ilyen mélység, hogy mondjuk van egy oldalas cikke valamelyik kiadványban. Mindenképpen inspiratív dolog. És hát van még egy feladat előttünk, hogyha lesz hozzá a Jóisten segedelmével erő és kitartás, hogy nagybátyámnak vannak kiadatlan írásai is, mint ami így kiderült menet közben. Én is tudok róla, azokat is majd megnézzük, hogy milyen formában, interneten vagy könyvben, milyen formában lehet hozzá férhetővé tenni, hiszen ebben a könyvben úgy, ahogy miniszter úr nagyon alaposan elmondta, sok minden van benne. De komplett családtörténetek, személyeknek az említése, anekdoták is, amelyek hát a mai korosztály számára is érdekesek lehetnek. Vannak, akik közöttünk vannak, vannak, akik már eltávoztak, de nagyon érdekes olvasást kíván mindez, illetve nyújt mindez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy ilyen nagy könyvből sokat lehet idézni. Itt ma, amikor nézegettem, hogy talán nagybátyámnak a hangját is fegyészhetik sokan, a Magyarságunk című írásából hozom ezt a pársort, amit 1991. májusában a nagykunsági hírmondó, amikor a Karcagi hírmondó ezen a néven jelent meg, publikált. Magyarságunk. Egyik legnemesebb, legnagyobb, legszentebb értékünk magyarságunk. Ezért szükséges ezzel mindenkor, de kiváltképpen napjainkban foglalkozni. És aztán a cikk végén, céljaink megvalósítása szép áldozati láng magyarság eszményünk oltárán. Isten adjon mindez áldást, hitet, bátorságot és boldogságot. Akkor is és most is érvényesek ezek a sorok és aktuálisak.
Kellemes olvasást kívánok mindenkinek. Megköszönöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr személyes gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Kérem, fogadják ismét sok szeretettel Plósz Csilla Margit klarinét játékát. Zongorán kísér Rabzita Mónika. Előadásukban két kunsági népdalt hallhatunk, Megy a Tiszán fel egy hajó, valamint az Én vagyok a kunsági fi. Kérem, fogadják őket sok szeretettel. Kedves vendégeink! Varga Mihály parlamenti levelek Kumániába, válogatás az 1997-2014 között a Karcagi Hírmondóban megjelent parlamenti napló írásából című kötet bemutatására kerül sor az elkövetkezendő percekben. A könyv ajánlására, bemutatására felkérem dr. Nagy Molnár Miklós urat, a Karcagi György István Nagykun Múzeum igazgatóját. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt jelenlévők! Mondandómat engedjék meg, hogy egy személyes megjegyzéssel kezdjem. Amikor a 90-es évek közepén, 12 évnyi mezőtúri múzeum igazgatás után Karcagra helyeztek, akkor többen gratuláltak, többen sok sikert kívántak a munkámhoz, és az egyik ezek között az elsők között található volt az a Varga Mihály országgyűlési képviselő, akit akkor én még személyesen nem is ismertem.
Ezt a levelet azóta is őrzöm természetesen, hiszen nekem azért megdöbbentő volt, hogy egy ilyen magas posztban lévő ember figyelemmel van arra, hogy egy számára ismeretlen embernek gratuláljon. Ez is jutott eszembe akkor, amikor miniszter úr megkeresett, hogy elkészült egy könyve, és szeretne engem megkérni, hogy ajánljam az önök figyelmébe, mutatnám be. És hát természetesen nagy örömmel fogadtam, illetve ezt a megtisztelő felkérést, és nagy örömmel vállaltam el, és ajánlom, hogy bemutatásra ajánlom önöknek. Amikor az ember egy könyvet a kezébe vesz, ugye rögtön az elején megnézi, hogy is néz ki. Ugye ez már rögtön ad egy képet rólunk, és akkor amikor kezünkbe kerül, még csak messziről látjuk, akkor látjuk, hogy ez egy gyönyörűen kivitelezett könyv. A címe is jól meg van választva, ugye rögtön tudjuk a cím alapján, hogy miről fog szólni. Pláne azok, akik ugye annak idején emlékeznek még rá a Hírmondóban megjelent heti rendszerességgel közölt írásokra, amelyek ugye a Csékovács Károly írásáról másik oldalon voltak, a kis közéleti szilánkok mellett, azok tudhatták, sejtetik, hogy miről, és tudják is, hogy miről van szó, milyen könyvet tartunk a kezünkben. A könyv tehát egy igényes kivitelű, szép kivitelű munka, amely ugye a szerző heti jegyzeteit közli újra, mondhatnánk, de szerkesztett formában. Ezzel mint egy keresztmetszetét adja eddigi politikai munkájának. Varga Mihályról tudjuk ugye, hogy egyike a Magyarországgyűlés azon tagjainak, azon képviselőinek, aki a rendszerváltástól fogva, tehát 90-től egészen 2022-ig képviselőként nem csak figyelője, de cselekvő tagjai is volt a törvényhozásnak, akik előrelátással rendelkezik az elmúlt 30 év politikai történetéről. Ráadásul ebből a 30 évből közel 16-ot államtitkári és miniszteri pozícióban töltött be, tehát még jobban belelátott ebbe a történetbe. Ennek a 30 évnek rövid summázata, fontos dokumentuma a most megjelent kötet, kordokumentum is, kordokumentumként is nevezhetjük. Ez a kötet, bízvást mondhatjuk, bátran mondhatjuk, hogy a későbbi generációk, ha még lesz 100 év múlva olyan, aki tud olvasni, és nem csak interneten, a későbbi karcagi, illetve nagykunsági kutatók, helytörténészek, történészek nagyon fontos adalékokat fognak benne találni, épp úgy, mint a mai kutatók Szentesi Tóth Kálmán munkáiból például. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy egy olyan kordokumentum van a kezünkben, ami, ahogy polgármester úr is mondta és utalt rá bevezetőjében, illetve itt elhangzott Fazekas Miska bácsi könyvéről is. Tehát tulajdonképpen, bár terjedelmében kisebb, ez csak 270 oldal, de azért ettől függetlenül legalább olyan hatású lesz majd. A szerző írásaiból megismerhetjük a modernkori magyar politika történetet, a törvényalkotás folyamatait, illetve azok hátterét, amelyeket kormánypárti és ellenzéki oldalról egyaránt jól megismert az évek folyamán. Tehát kordokumentum abban az értelemben is, hogy az egyes folyamatokat nem csak kívülről szemléli, mutatja be, hanem legbelülről is ismerve tájékoztatja az olvasót. Az előszót jegyző Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke így ír: Varga Mihály politikai közösségünk tekintélyes és népszerű tagja, aki az őt övező tiszteletet, a magunk mögött hagyott 3,5 évtized
végtelenül kemény és becsületes munkájával érdemelte ki. Az a szolgálat, amit országgyűlési képviselőként mindenkori választókerületéért, illetve a nemzeti kormányok tagjaként az országért elvégzett, minden politikus és közéleti ember számára példát ad. A most megjelent könyvben olvasható cikkeket a Jászlóshun-Szolnok megyei egykori 8-as számú választókörzet képviselőjeként 95-től 2014-ig a Karcagi Hírmondó hasábjait közölte rendszeresen. Ebben az időszakban az akkor még nem színes külsejű heti lapban az írások, tudósítások szintén parlamenti napló címmel jelentek meg. A könyv fülszövegének tanúsága szerint a kötet anyagát több mint 400 írásából állította össze. Beszámolói újsághírként, aktualitásként születtek, tehát jelen idejű történelmi beszámolót olvashatunk az ezredforduló és az azt követő évek eseményeiről, az ország és a választókerület, egy alföldi kisrégió fontosabb eredményeiről, a politikai csatákról és az elvégzett munkáról. A most olvasható írások nem csupán a korábban megjelentek újra közlése, hanem azok újra szerkesztése, rövidített változatok is, hiszen az egész nem jelenhetett volna meg, mert akkor talán 1000 oldal is lenne ez a kötet is. Az egykori tudósításokat Varga Mihály miniszter úr jelentős jegyzetanyaggal bővítette ki a könyvben, így az egyes írások tartalmát a mai kor és a jövendő korok olvasójának könnyebb lesz értelmezni. Ugyancsak jól kiegészítik ezeket a cikkeket a fényképek, amelyeknek jó részét Dede Géza, a Karcagi Hírmondó korábbi szerkesztője készítette. A Parlamenti Napló című sorozatban megjelent tudósítások, országgyűlési tudósítások egy része nem csak a napi politikával, illetve a parlamenti történésekkel foglalkozott, hanem sok egyéb dologgal is. Így például, amikor 1997. április 18-ai cikkében bemutatta az ország és a világ talán legszebb munkahelyét, a magyar parlament épületét, amely abban az időben még nem volt annyira látogatható, mint nem volt annyira nyilvános, mint a kérdőben. Ugye azt írja, ritkán gondolunk arra, különösen egy-egy laposabb vita után, milyen felemelő helyszín az országház ülésterme. A kisszőri szóváltások bizony kiáltó ellentmondásban vannak az egykori alsóház áttermének küllemével, talán megér most egy pár sort a parlamenti patkó. És akkor itt leírja, hogy az üléstermet egykoron a miniszteri és a négy jegyzői szék beszámításával 453 képviselő helyre méretezték, megjegyzés, ja az épület egykor háromszor nagyobb országra épült. Ajánlom figyelmükbe, olvassák el, a 15. oldalon található ez a cikkecske. Az írás sok alapvetően a történések, folyamatok időszakában, mondhatni mai divatos szóval a real time születtek, készültek, tehát abban az időben, valóságos időben, és jó részt az országos eseményeket hozták közelebb a karcagiakhoz, a kunságiakhoz, de természetesen számos helyi eseményről is tudósítanak. Ilyen például a térség, illetve Karcag számára fontos tanulmány vagy cikkecske, a Laktanya 2001-es évi helyi önkormányzati tulajdonba adása, és ugyancsak itt olvashatunk ebbkor, 2001-ben, az országos érdeklődést is kiváltott kunmadarasi repülőtérrel kapcsolatos folyamatokról. Egy időszakot egy kicsit bővebben ki is emelnék. A 2003-2010 közötti ellenzéki pozícióban eltöltött időszak számos gyöngyszemmel, kiváló irodalmi igényességű esszével gazdagította a sorozatot.
Ezekben az eszékben többször találkozhatunk a miniszter úrra jellemző humorral, ami időnként fanyar humor, mint például a rendszerváltó MDF felszámolásáról és megszüntetéséről szóló, csak megjegyzem, hogy ki, a mai fiatalok ma se tudják, mi volt az, hogy MDF, mi volt az, hogy SZDSZ. Tehát azért ezt még majd kiegészítésként oda kell tenni, hogy majd 100 év múlva tudják az emberek, hogy miről is ír a szerző. Tehát a gazdatüntetésekről szóló beszámolóban olvashatunk. Ugyancsak ebben az időszakban zajlott a másik rendszerváltópárt, ugye az SZDSZ végső vergődése, amely szintén szolgáltatott témát a parlamenti naplóírásához. Írásaihoz, mert többen is megemlíti. A rövid tudósításokat is jellemzi az a közérthetőség, tárgyilagosság, amely egész országgyűlési képviselői munkásságát, megszólalásait, megnyilvánulásait is formálja. Közérthető politikus, és ma is kevés ilyen van. Írásaiban, szerencsénkre a harcagiak ilyenek. Írásaiban, ahogyan parlamenti hozzászólásaiban is, nem az indulatok, nem az érzelmek megjelenítése, kifejezése vezérlik, hanem a nyugalom. 2003-2010 közötti ellenzékben töltött időszak egyik legizgalmasabb éve, talán egyik legizgalmasabb éve, 2006 volt, amely nem csak az országos politikában hozott izgalmakat, hanem a helyi történések között is akadt néhány figyelemre méltó esemény. A parlamenti napló július 7-én írott, megjelent tudósítása végén olvasható az alábbi. Végül két hír, ami a nyári melegben is borzolja a kedélyeinket. A külügyminisztérium visszavonta az eddigi tiszteletbeli kazah konzul megbízatását, ezzel megszűnik a Kazah Köztársaság konzulátusa Karcagon. Éppen az a kazah konzulátus, amely idén fogja a 25. évfordulóját ünnepelni, hiszen 1998-ban, 98. februárjában nyitotta meg kapuit itt a Városházát. Az indokolatlan és egyoldalú lépés nem csak a Tiszántúl egyetlen ilyen hivatalát szünteti meg, de nem segít keleti rokonaink és a kunsági kapcsolatok építését sem. A másik hír a birkafőző versenyhez kapcsolódik. Úgy látszik, itt is erősebb lett az ártószándék a segíteni akarás helyett. Évek óta gond nélkül ment a birkák előkészítése levágása a főzéshez. Most, idézőjeles jó akaratú ismeretlenek, minden lehetséges fórumon feljelentették a rendezvényt, azzal az indokkal, hogy nem Európai Uniós vágóhídon vágták le a jószágokat, és baj van a birka fejjel. Az egyik legnagyobb karcagi rendezvény is céltábla lett. Én azzal az idős karcagi bácsival értek együtt, aki bajusza alatt somolyoggal jegyezte meg. Lehet, hogy baj van a fejjel, de nem a birkájéval. A júniusi szombaton ide látogatók tömege erre rímelt, vagyis a 100-nál több kondérból elfogyasztott birkatest nekik adott igazat. Tehát ez az, amikor ugye Fazekas Mihály humorára utaltam, hogy ilyeneket olvasva, Varga Mihály miniszter úr, elnézést kérek, hasonlóban Miska bácsi könyvében, és azért kerültem itt először. Tehát Varga Mihály könyvében olvashatunk hasonló humorral megírt történeteket. És ugye 2006-nál maradva ősszel ezt követte az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése, és októberben az 56-os forradalom évfordulójának méltó megünneplése helyett az ünnep megcsúfolása és az ahhoz kapcsolódó események. Ugyancsak ez volt az az időszak, amikor küzdettek a karcagi kórházért, hiszen be akarták zárni, illetve a következő esztendőben a Karcag-Tiszafüredi vasútvonalért, amely végül is 2010-ben rendeződött, amelynek sorsa 2010-ben rendeződött. Varga Mihály parlamenti tudósításait
A 2010. évi kormányváltást követően államtitkárként és miniszterként is írta, tehát egészen 2014-ig, amikor is Budapest 4-es számú választókerületének lett képviselőjelöltje, majd képviselője. Ezek a tudósítások főképpen már az országos ügyekről, a változásokról szóltak. Amikor azonban budapesti képviselő lett, akkor sem feledkezett meg szülővárosáról, Karcagról, amelyről a kötetben megjelent utolsó írásában is megegyezett, mármint Karcag városáról. Az utolsó oldalon írja, új munka kezdődik tehát, hadd mondjam el azonban, hogy az én szobámban a magyar zászló mellett Óbudáé, a második kerületé, és Karcagváros zászlaja van kitéve, mert az embernek soha nem szabad megtagadnia a gyökereit, Karcag tehát mindig ott lesz a szívem csücskében, és örülök annak, hogy Karcagot két miniszter is képviselheti a kormányban. Kedves miniszter úr, köszönjük ezt a könyvet. Köszönjük az korábbi írásokat is, amelyből nagy profizmussal sikerült válogatni. Nagyon szépen köszönjük azt a munkát, amit eddig végzett, Karcagért is, és az országért is, és hát további munkájához sok sikert és erőt, kitartást, nem kis kitartást kívánunk. És gondoljon úgy továbbra is Karcagra, szülőföldjére, mint ahogy a szülőföld gondol önre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm igazgató úrnak a könyv ajánlását, bemutatását. Tisztelt hölgyeim és uraim! A könyv bemutató végén szeretném tájékoztatni önöket, hogy a folyosón lehetőségük van Fazekas Mihály Karcagi Kunkötések című könyvének megvásárlására. Varga Mihály Parlamenti Levelek Kumániában című könyve kereskedelmi forgalomban nem kapható. A városunkban működő Karcagi Nagypun Városvédő Egyesület adománygyűjtő akciót kezdeményez, melynek eredményeként a könyvért felajánlott 2000 forint adományaikat a karcagi gyepmesteri telep fejlesztésére szeretnék fordítani. A könyveket itt a nagy teremben dedikálják a szerzők. Köszönjük támogatásaikat! Kedves vendégeink! Megköszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. További szép estét kívánok önöknek! Köszöntöm nézőket, Varga Mihály miniszter úr, beszélgetünk itt egy nagyon sikeres könyvbemutató után. Azt gondolom, hogy nagyon sokan eljöttek és nagyon sokan támogatják azt a célt, amit ezzel a könyvvel is kitűzött. De beszéljünk a karcagi emlékekről, hiszen azért az a 17 év az nagyon szép emlék. Igen, 97-től 2014-ig írtam a helyi karcagi újságba rendszeresen, amikor parlamenti ülés volt, parlamenti rovatot, egy parlamenti naplót, és néhány évvel ezelőtt a kollégáim mondták, hogy jó lenne ebből kimazsolázni egyet-kettőt, talán az összes nem kellene megjelentetni, de egyet-kettőt kimazsolázni, és egy kis kommentárral ellátva egy könyvbe összefoglalni, hiszen 20 évvel ezelőtti dolgokra már nem biztos, hogy emlékeznek akár a maiak sem, pláne a következő generáció. Úgyhogy ez a könyv így állt össze, szép emlékek kötnek hozzá, volt, amikor kormány oldalon, volt, amikor ellenzéki oldalon, volt, amikor 5 perc alatt kellett megírni, volt, amikor egy este volt rá, hát ez mindig a helyzet hozta magával, de így szépen össze tudtunk rendezni egy olyan válogatást, ahol nem a teljes parlamenti naplóírás jelenik meg, hanem egy kis szemelvények, és akkor hozzá vannak fűzve dokumentumok, jegyzetek,
fotók, hogy érthető legyen a mai közönség számára is. Nagyon sokan nézegették itt a fotókat, hiszen itt sokan visszaemlékeztünk arra, amikor a kórház mellett, a vasút, a kisvasút mellett tüntettünk, tehát azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos esemény ezeknek az ön által itt töltött éveknek. Hát 17 évnek azért voltak olyan eseményei, amelyek akár sorsfordítónak is nevezhetők, mert ha annak idején teljesül vagy megvalósul a akkori kormány elképzelése, hogy bezárják a karcagi kórházat, akkor lehet, hogy ma nagyon sok gyereknek nem karcag szerepelne a születési helyként a személyigazolványába. Vagy arra gondolok, hogy ha mondjuk a vasútállomás céltalanná válik, mert Tiszafüred felé már megszűnik a szájvonal, akkor szintén valamit veszít a város. Úgyhogy ebbe közös nagy erőfeszítések és küzdelmek voltak benne. Nagyon sokan éreztek velünk együtt, meg csatlakoztak a dolgainkhoz, akár csak egy aláírással, akár egy szimpátia tüntetésen való részvétellel. Szép emlékek kötnek ehhez az időszakhoz. Remélem, hogy aki majd belelapoz ebbe a könyvbe, annak is felidéződik belőle néhány. Elhangzott, hogy a szülőváros szereti önt, ön szereti a szülővárosát. Ez abból is adódik, hogy jótékony célra ajánlja fel a könyvbevételét. Igen, hát arra gondoltam, hogy miután a könyv létrejött, megszületett, megvalósult, ezek után keresünk neki valami jótékony célt, és polgármester úrral beszélve arra döntöttünk, hogy a gyepmesteri munkák ellátásához egy kis támogatása sosem árt, hogyha van. Úgyhogy aki megvásárolja ezt a könyvet, azt a célt is szolgálja, hogy a város rendezettebb, tisztább, élhetőbb legyen. És azért elmondhatjuk, hogy ma este már 300 ezer forint össze is gyűlt erre a célra. Így van. A ma esti alkalom 300 ezer forintot hozott a konyhára. Ezt továbbítani fogjuk a illetékeseknek, és hát remélem, hogy ami még van könyvünk, az is el fog fogyni a végén, az is ezt a jó célt szolgálja. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!